Árvízvédelem. Mintegy 7 milliárd forintból valósul meg az a projekt, amely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenteni kívánja a Felső-Tisza vidékén élő emberek védelme érdekében. Munkahelyteremtés. 240 millió forintos foglalkoztatási paktum indult Tiszalökön, amelynek célja, hogy a vállalkozók igényei szerint bevonjanak 152 főt az elsődleges munkaerőpiacra 2021-ig. Új hitelkonstrukciók. A Primum Alapítvány által június 1-től kínált HMA áthidaló hitel 1 és 2 jellemzője, hogy legfeljebb 5 millió forint igényelhető, 4,9%-os fix kamattal, 5 éves futamidővel. Mintegy 7 milliárd forintból valósul meg az a projekt, amely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenteni kívánja a Felső-Tisza vidéken élő emberek védelme érdekében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tervezett árvízvédelmi fejlesztés három település, Kisar, Nagyar, Tivadar közigazgatási területén valósul meg. Védő hatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed, így az érintett szakaszokon a jövőbeni védelmi költségek mérséklődését is jelenti. A Tisza vízállása jelenleg alacsony Tivadar és Kisar között. A tivadari strand homokos partja már messziről látszik. Az elmúlt évtizedekben azonban több száz centiméterrel nőtt a hazai folyók, köztük a Tisza mértékadó árvíz szintje is, melyre az árvízvédelmi védvonalakat fel kell készíteni. Itt alapvetően kétféle fejlesztési van, az egyik a töltések erősítése, a másik a tározók építése. Ugye ebben a térségben már megépült a Beregi és a Szamoskrasztai tározó, tervezés alatt van, illetve már engedélyezés alatt van a Tiszatúr tározó, és emellett párhuzamosan a mai nap például egy töltés erősítési projektről fogunk beszélni, de már több ponton történtek töltés erősítések a térségben. Láng István ezzel a prezentációval magyarázta a hazai közönség mellett a román és a brüsszeli delegációnak, hogy miért emelkedtek ilyen óriási mértékben az árvíz szintek az utóbbi 40 évben. Szerinte a folyók töltéseit nem kell a végtelenségig emelni, sokkal fontosabb, hogy a nagyvízi medret, vagyis a folyók árterét ismét megfelelően használjuk, azokat ugyanis egyre nagyobb mértékben beépítjük és hasznosítjuk. A konferencián elhangzott, az utóbbi években mintegy 200 milliárd forintnyi árvízvédelmi beruházás valósult meg idehaza. Bodnár Gáspár, a Feti vízig igazgatója a jövőbeni tervekről azt mondta, ideje új megoldásokkal megvédeni a Felső-Tisza vidéki településeket. Kiemelten fontos területen fog folyni a töltésfejlesztés, hiszen itt a Tisza hullámtérének a szélessége egyharmada csak az átlagos szélességnek. A két település, Kisar és Tivadar teljesen közel épült a Tisza medréhez, ezért fontos, hogy ezt a szűkületet mielőbb rendezzük, hiszen itt komoly visszaduzzasztása van a tiszai árvizekre a híd környékének. Itt olyan új megoldást is fogunk alkalmazni, hogy mintegy másfél kilométer hosszan a Tisza töltését a folyótól kijebb helyezzük, nagyobb teret adunk a folyónak. Ez azt jelenti a kis mintavizsgálatok és a modellezések szerint, hogy csökkenti a visszaduzzasztó hatás, illetve a települések közelében mobil gát építése fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy a települések és a Tisza kapcsolata nem szakad meg hatalmas föld- vagy betonművekkel, hanem amikor az árvíz érkezik, akkor nagyon rövid idő alatt ezeket a korszerű létesítményeket meg tudjuk építeni és megvédeni településeinket. Az igazgató hozzátette, a Tivadart Kisarral összekötő híd átépítése továbbra is kiemelten fontos lenne, a tervek már el is készültek, és ahogy sikerül rá forrás találni, el is kezdik az átépítést. 240 millió forintos foglalkoztatási paktum indult Tiszalökön. A település célja, hogy a vállalkozók igényei szerint bevonjanak 152 főt az elsődleges munkaerőpiacra 2021-ig. Szabolcs megyében összesen 10 térségi pályázat segíti a foglalkoztatás javítását a következő években, összesen 2,4 milliárd forint értékben. Foglalkoztatási fórumot szervezett Tiszalök csütörtök délelőtt. A településen és környékén 6-7%-os a munkanélküliségi ráta, ez a megyei 4% fölött van. A járásban létrejött paktum iroda ezen az arányon próbál javítani a következő években. 2021-ig 152 főt szeretnének bevonni az elsődleges munkaerőpiacra. A fórum célja, hogy a helyi vállalkozók igényei alapján indítsák a foglalkoztatási programot. Nagyon sok irányú. Elsősorban az építőipar, ami hiány szenved most a munkaerőben.
ennek különböző ágazatai. Ezekre keresünk embereket és a képzéseket szervezzük, illetve az iroda, eladó, kereskedelem, vendéglátóipar. Ezek a legfőképpen azok, amelyek nem találják meg a munkaerőt maguknak. A településen a korábbi években 150-200-an dolgoztak közfoglalkoztatottként. Ez a szám idén már csak 80 fő volt. A paktum célja, hogy az ebben a státuszban dolgozókat is az elsődleges munkaerőpiacra vezessék vissza. A fórumon a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja, hogy a teljes foglalkoztatottságot elérjék Magyarországon. Vinnai Győző hozzátette, a közgazdászok felmérései alapján egy országban akkor lehet teljesnek mondani a foglalkoztatottságot, ha a munkanélküliségi ráta 3%. Ma hazánkban ez 3,8%. Az Európai Uniós átlag pedig 7,5%. A megyében van egy megyei foglalkoztatási paktum, amely a megye munkaerőpiacára koncentrál, és vannak térségi, járási szinten térségi foglalkoztatási paktumok. Ma egy ilyen rendezvényen vagyunk Tiszalökön, hiszen Tiszalök a 10 nyertes pályázat közül az egyik. Itt Tiszalökön és térségében kívánjuk javítani a munkaerőpiaci helyzetet. Alapvető cél a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás javítása. Vállalta Magyarország, hogy az aktív korok keretében olyan 74-75%-os lesz a foglalkoztatottság Magyarországon 2020 végére, és tulajdonképpen az itteni projekt egy 240 milliós forrásból azt kívánja elősegíteni itt a helyi vállalkozókkal, családi gazdálkodókkal való találkozás során, hogy a vállalkozók igényei alapján bővüljön ez a munkaerőpiac. A most indult pályázat újdonságát jelenti, hogy összekapcsolja a keresletet és a kínálatot. A hagyományos megközelítés helyett a vállalkozások szempontjait helyezi előtérbe. A fórumon az is elhangzott, a megyében a 10 foglalkoztatási paktumra összesen 2,4 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. Június 1-től új hitelkonstrukciókat kínál a Primum Alapítvány, a HMA áthidaló hitel 1 és 2 jellemzője, hogy legfeljebb 5 millió forint igényelhető, 4,9%-os fix kamattal 5 éves futamidővel. A különbség a kettő között, hogy a kettesnél a Garantika hitelgarancia ZRT készfizető kezességet biztosít, így annak szigorúbbak az igénylési feltételei. A Primum Alapítvány több mint 25 éve nyújt mikrohitelt a megyei mikro- és kisvállalkozások számára. Ezt azok a vállalkozások vehetik igénybe, ahol a dolgozói létszám 10 fő alatt van, és nem bankképesek, tehát a kereskedelmi bankok által nyújtott lehetőségeket nem tudják igénybe venni. 25 éve folyik a mikrohitelezés, azok a vállalkozások veszik igénybe, akik kicsik, tehát mikrók, vagy pedig egyéni vállalkozók, és hát a létszám 10 fő alatt kell, hogy legyen. 25 év alatt nagyon sok vállalkozást értünk el. A múlt hónapban volt a 4500. partnerünk, akivel szerződést kötöttünk. Jelenleg 600 partnernek hitelezünk, és ez 1 milliárd 880 millió forint összeget jelent. Nálunk a hitelezés az rendkívül rugalmasan folyik, nagyon gyorsan történik az elbírálás, amennyiben a feltételeknek megfelel, már is megkapja a hitelt, és amit kamatot kiírunk egy hitelnél, most itt 4,9%-ról van, ezen kívül semmilyen más költség nem rakódik rá, tehát a THM, a teljes hitelmutató is ugyanannyi, mint a kamatnak az összege, nem úgy, mint a bankoknál. Az országos és a helyi mikrohitel alapból biztosított klasszikus mikrohitel konstrukció mellett a Primum Alapítvány újabb hitelszolgáltatást vezet be. Ezzel még több megyei vállalkozás számára teszi hozzáférhetővé a támogatott hitelt. A június 1-én HMA áthidaló hitel néven induló konstrukció közös jellemzője, hogy az igényelhető összeg legfeljebb 5 millió forint 4,9%-os kamat mellett rejtett költségek nélkül. Ezek esetében a maximális futamidő 5 év. A hitel cél, ahogy a klasszikus mikrohitelek esetében, itt is a forgóeszközfejlesztés vagy beruházás finanszírozása. A HMA áthidaló hitel 1 és 2 között azonban van különbség. Ami különbség a két termék között, hogy az egyiket a Garantika hitelgarancia készfizető kezessége biztosítja, emiatt ez a hiteltermék kicsit szigorú feltételeket támaszt a vállalkozók felé, a másik hitel pedig nem csak mikrovállalkozások, hanem agrárvállalkozások, őstermelők is igényelhetik, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon kedvező lesz az agráros vállalkozók számára.
Ezeket a Primom saját forrásból biztosítja. A két új lehetőséggel már négyféle hitelkonstrukciót biztosít az alapítvány a megyei vállalkozások számára, ezzel is hozzájárulva azok megerősödéséhez és további fejlődéséhez. A magyarok nagy része az iskola befejezése után szinte azonnal elindul nyaralni, az augusztus 20-ai ünnepre pedig már majdnem mindenki haza is érkezik. Idén Görögország és Törökország a legfelkapottabb repülős nyaralóhely, autós egyéni utazással pedig továbbra is Horvátország a legkedveltebb célállomás. Az idei nyárra már január-február környékén elkezdték lefoglalni a szervezett utazásokat a nyaralni vágyók. A főszezon megközelítőleg másfél hét múlva kezdődik, a kedvenc nyaralóhelyek és a célországok népszerűsége pedig továbbra is változatlan. Magyaroknak a legtöbbsége azért az iskola befejezés után indul, és általában olyan augusztus 20-ára igyekeznek visszaérkezni, tehát ugye ez a dömping időszak, ugye ez a főszezon időszak, és nyilván azért vannak, akik előtte is utazgatnak, és vannak, akik utána is fognak utazgatni, és azt is látjuk, hogy ebben az évben is hasonlóan a tavalyi évben, vagy a tavalyi évhez hasonlóan a foglalások nagy része Görögországba, Törökországba vonatkozik a repülős utak esetében, illetve feljövőben van Egyiptom és Tunézia, és az egyéni közlekedésben még mindig Horvátország viszi a Primet. Költségesebb lehet a korábban kifizetett külföldi nyaralás abban az esetben, ha a forint tovább gyengül a devizapiacon. Az utazási irodáknak ugyanis lehetőségük van arra, hogy a 8%-ot meghaladó árfolyamváltozást áthárítsák az utasokra, a belföldön nyaralók a hosszú hétvégék miatt pedig a szálláshely hiányra készülhetnek, tette hozzá az irodavezető. Belföldi utaknál ugye ebben az évben ugye tudjuk nagyon jó, hogy ugye 9 hosszú hétvégét írunk, ebből már egy jó pár eltelt, és el lehetett mondani, hogy a 3 és 4 csillagos szállodák kitehették a megtelt táblát, és innentől kezdve ugye várjuk még az augusztus 20-a következő hosszú hétvégét, ami szerintem hasonlóan lesz, és ugye még az őszi hónapokban vannak hosszú hétvégék, szerintem ugyanez lesz a jellemző a belföldi utazásokra is. Bicsérdi Rita elmondta, a legkedveltebb hazai üdülőhely évek óta a Balaton és környéke, ez a tendencia pedig idén is változatlan marad. Forgalomkorlátozások lesznek Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztiválhoz kapcsolódóan. A programok miatt a Szabadságteret, a Bújtos utca és a Bocskai utca közötti szakaszon május 31-én este 18 órától, június 2-án 20 óráig lezárják. Továbbá a rendezvény idejére a Bocskai és a Bújtos utcák reggel 6 órától este 6 óráig is lezárásra kerülnek. Június 2-án szombaton a kerékpáros program miatt a Kossuth utca és a Sóstúj út Kemecsei úti kereszteződésig tartó szakaszát 12 és 16 óra között a rendőrség részlegesen lezárja. A tavalyi bajnoki szereplés megismételve az 5. helyen zárt a HEP kupában, egy helyet előrelépve ezüstérmet szerzett a Nyíregyháza Blue Sharks. A mai szezon értékelőn Sitku Ernő szakmai igazgató elmondta, hogy nem elégedettek maradéktalanul a szerepléssel. A cél továbbra is az, hogy elsősorban nyíregyházi játékosokra építve fejlődjenek tovább, de nem zárható ki erősítés jelentő magyar kosarasok érkezése sem. Ha csak szigorúan az eredményeket nézzük, az előző szezonhoz képest minimálisat előrelépett a Nyíregyháza Blue Sharks. A HEP kupa bronzot ezüstre váltották a cápák, a bajnokságban pedig ismét az 5. helyen zárt a gárda. Hiányérzet azonban sokakban maradhatott, mivel a 18-8-as mérleggel 3. helyen befejezett alapszakasz követően egyértelműen a 4-be kerülés volt a cél. A Vasas elleni párharc 3. meccsét azonban jelentős előnyről elbukták a nyíregyháziak, így csak az 5.-8. helyért játszhatott a folytatásban a Blue Sharks. Ebből a maximumot kihozva, a Nagykőrösen és a PVSK-n túljutva az 5. helyet szerezték meg Nagy Krisztiánék. Valótlant állítanék, ha azt mondanám, hogy elégedett vagyok, hiszen szerettünk volna mindenképpen 4 közé kerülni a bajnokságban. Sajnos ez nem sikerült. A Vasas elleni párharcban alul maradtunk, és így nem tudtunk bekerülni az alapszakaszban megszerzett 3. helyezésünk után. Lehetne azt mondani, hogy ez a néhány perc határozta meg ezt a szezon, de úgy gondolom, hogy egy picit hibásak voltunk abban is, hogy az alapszakaszban olyan vereségeket kaptunk, amelyeket nem lett volna szabad megengedni. Gondolok itt az MTK elleni idegenbeli, a Honvéd elleni vagy a Vasas elleni idegenbeli vereségre, talán a Nagykőrösire, és éppen ezért egy picit az ellenfelek elhitték, hogy verhetőek vagyunk, és kicsit másképp álltak hozzánk a későbbiekben, de ilyen előfordul.
szeretnénk tovább dolgozni, és szeretnénk, hogyha a fejlődésünk tovább menne, egy picit nagyobb ütemben, ehhez mindenképpen jó játékosokra és jó szakmai munkára van szükség. A szakmai igazgató elmondta, hogy a közelmúltban megkapott akadémiai cím egyik feltétele külföldi edző alkalmazása, így elkezdték keresni a megfelelő szakembert, aki az utánpótlás mellett a felnőtteknél is besegítene. A folytatásban is elsősorban nyíregyházi játékosok építenek majd, de elképzelhető egy-két erősítés jelentő magyar kosaras érkezése. A legutóbbi keretből Busz Iván, Czura Attila, Fazekas Csaba, Cinger Zoltán és Mokánszky Máté biztosan marad, de a többiekkel is elkezdődtek a tárgyalások. A játékosok egyébként még nem fejezték be az edzéseket. Ezen a héten pihenőt kaptak a srácok, illetve a fiatalabb játékosoknak lesz egy teszt, egy felmérés. Az idősebb játékosoknak hétfőn lesz egy ilyen fizikai felmérés. Jövő héten még szeretnénk edzeni, mert van egy meghívásunk jövő hét szombaton Tiszaújvárosba egy edzőmérkőzésre, illetve egy ilyen gálamérkőzésre. És utána meg fogják kapni a nyári programot a játékosok, és úgy fognak edzeni tovább. A bajnoki bronzérmet az oroszlány szerezte meg, miután 2-0-ás összesítéssel felülmúlta a Veszprémet. A Vasesti tehetséges fiatalok párharc 1-1-re áll, az aranyérem sorsa szombaton dől el. Június 7-e és 10-e között Nyíregyházán és Kisvárdán rendezik meg a 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét. Kézilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban és röplabdában 88 csapat, 1002 versenyzője lép majd pályára. A mérkőzések pénteken kezdődnek és a vasárnapi döntőkkel érnek majd véget. Az elmúlt évben két országos döntőt is rendezett a Megyei Diásport és Szabadidő Egyesület, amely ebben az esztendőben a legnagyobb létszámú döntő házigazdája. A 4. korcsoportos, azaz 7.-8. osztályosok fináléjában 4 sportág képviselői mérik összetudásukat. Nyíregyházán a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda, Kisvárdán pedig a kézilabda torna mérkőzéseit bonyolítják majd. Összesen 88 csapat, 1002 versenyzője és 178 testnevelő várja a rajtot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői a fiú röplabda kivételével mindkét nemben ott lesznek minden is sportágban. Ez egy hatalmas kihívás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület részére, hogy ezt az országos összevont labdajátékok döntőt megrendezhetjük. Szeretnénk megköszönni a Magyar Diáksport Szövetségnek azt, hogy megbíznak bennünk, és bízunk benne, hogy egy olyan színvonalú döntőt tudunk majd megvalósítani ez alatt a 4 nap alatt, amelyet tavaly már sikerült, viszont tavalyitól ez valóban egy nagyobb falat, hiszen a 3 sportág után most 4 sportágban kell megrendeznünk ezt az összevont labdajátékok döntőt, hiszen a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda sportágok mellett a labdarúgásban is folynak majd versenyek. A kézilabda sportág lesz Kisvárdán, a másik 3 sportág, tehát a röplabda, a kosárlabda és a labdarúgás, az pedig Nyíregyházán különböző helyszíneken. Valóban nagy falat, de bízunk benne, hogy sikerül megugranunk a lécet, és mindenki majd olyan szájízzel távozik Nyíregyházáról, hogy csak kellemes emlékeket visz magával, és hát abban is nagyon bízunk, hogy azért a megyei csapatok olyan eredményeket fognak elérni, amelyre büszkék tudunk lenni majd. A program június 7-én csütörtök este a Continental Arénában rendezett megnyitóval kezdődik. A pénteki és szombati csoportmeccseket követően a vasárnapi helyosztókkal zárul majd az összevont labdajátékok országos döntő. A Roland Garros második fordulójában lépett pályára a világranglistán 45. helyen álló Fucsovics Márton. A francia nyílt teniszbajnokságon a nyíregyházi teniszező a jelenleg legelőkelőbb helyen rangsorolt brit teniszezővel, Kylie Edmunddal meccselt, akitől végül vereséget szenvedett. Most pedig iradunk végét, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mintegy 7 milliárd forintból valósul meg az a projekt, amely az árvízvédelmi biztonságot növelni, az árvízi kockázatot pedig csökkenteni kívánja a Felső-Tisza vidékén élő emberek védelme érdekében. A tervezett fejlesztés 3 település Kisar, Nagyar, Tivadar közigazgatási területén valósul meg. Védő hatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed, így az érintett szakaszokon a jövőbeni védelmi költségek mérséklődését is jelenti. 240 millió forintos foglalkoztatási paktum indult Tiszalökön. A település célja, hogy a vállalkozók igényei szerint bevonjanak 152 főt az elsődleges munkaerőpiacra 2021-ig. Szabolcs megyében összesen 10 térségi pályázat segíti a foglalkoztatás javítását a következő években, összesen 2,4 milliárd forintból.
Június 1-től új hitelkonstrukciókat kínál a Primum Alapítvány. A HMA áthidaló hitel 1 és 2 jellemzője, hogy legfeljebb 5 millió forint igényelhető, 4,9%-os fix kamattal, 5 éves futamidővel. A különbség a kettő között, hogy a kettesnél a Garantika hitelgarancia ZRT készfizető kezességet biztosít, így annak szigorúbbak az igénylési feltételei. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 31-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! A meteorológiai nyár első napján is igen meleg idő várható, néhol záporral, zivatarral. A Kárpát-medence fölé továbbra is az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb levegő áramlik. Az éjjeli órákban változóan fátyol felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. A délutáni, kora esti órákban elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégétől ismét több helyen várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is előfordulhat. Ennek hatására enyhül majd a kánikula, de komolyabb lehűlés nem várható. A jövő héten is meleg, nyári időnk lesz, és csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.